Azt hallom folyamatosan a miniszteremtől, hogy mindjárt vágjunk bele a közepébe, hogy tőkés társaságoknak az állam földet nem ad. Elvette tehát egy tőkés társaságtól, és odaadja a helyben lakogazdálkodó családoknak. Földet a gazdáknak program keretében pont azt teszi, amit tennie kell, elveszi a tőkétől a földet, és odaadja a helyben lakogazdálkodó családoknak. Az ember lélegzetet sem kap, amikor ezt hallgatja, hogy a magyar kormánynak egy tagja bizonyára nem arról van szó, hogy nem tudja, mi az, hogy tőkés társaság, hanem szándékosan vezeti félre a közvéleményt, és a parlamentet is, folyamatosan a parlamenti válaszokban is ez hangzik el. Most a tájközpont koncepció, hogy az elején kezdjük, az Antal kormány idején indult el, amikor is Magyarországon közismerten a vidék olyan állapotban volt, amilyen állapotban a kolhozrendszer hozta, ahol a családoknak mozgástere vidéken nem volt, és szerettük volna újra visszahozni azt a saját hagyományainknak és az európai normáknak is megfelelő családi gazdálkodási modellt, ami évszázadokon keresztül működött Magyarországon, és ami a vidék túlélését jelentette. Össze akartuk ezt persze kombinálni egy szövetkezési rendszerrel, ahol kis mozaikokból épülő gazdaság, tehát a családi gazdaság, önálló egzisztenciák, önállóan hozzák meg a döntéseiket, ugyanakkor, hogy a piaci versenyben hatékonyan tudjanak föllépni, bizonyos kérdésekben társulnak. Nyugat-Európa már ezt teszi, és ezért van az, hogy 30, 40, 50, 60 hektáros léptékű gazdaságok versenyképesek lehetnek Nyugat-Európában. De azután az előzmények után, amit az előző évtizedek hoztak a magyar parasztságra, a megpróbáltatások után, segítségre szorul ez a vidék. A családoknak segítség kell, és mi más lenne a közjószolgálatban álló államnak a feladata, mint hogy segítse őket az újra talpra állásban. A helyi családokat és a helyi közösségeket gondolta volna ez a koncepció talpra állítani. Ennek egyetlen egy megvalósult példája lett Kishantos, egy olyan segítő központ hálózat egyik eleme, amely tehát tanácsokkal látja el a családokat, amely oktat, amely bemutat. A hagyományos kincstári birtokfunkciókat látja el, ami korábban Magyarországon létezett, ahol tehát a fajta előállítás zajlik, ahol kísérletek folynak, a tájnak megfelelő gazdasági szerkezet kikísérletezése, és nem ez a központ maga a profitcentrum, hanem azok a gazdaságok, akik majd ennek a központnak az eredményeit hasznosítják. Ezek kifejezetten non-profit tevékenységet végző központok lettek volna, és ennek egy megvalósult formája éppen Kishantos. Szó nincs arról, hogy tőkés társaság lenne az, akitől a földet elvették, hanem ettől a közhasznú, non-profit, a vidék és a helyi közösség megerősítését, a családi gazdálkodás megerősítését szolgáló tájközponttól vették el az állami földet. Ezek a központok több elemből álltak volna. Azért mondom, hogy álltak volna, mert ugyan a Nemzeti Vidék Stratégia még ma is tartalmazza, amit a mostani kormány lemondásomat követően gyors ütemben valószínűleg kommunikációs céllal elfogadott. Azért kell ezt mondjam, mert a lépéseiben nem látom viszont ennek a nyomát sem, amit a Nemzeti Vidék Stratégia tartalmaz, hiszen a Nemzeti Vidék Stratégia ilyen tájközpontok létrehozását írja elő, ami tájanként eltérő módon a tájadottságainak megfelelően segíti az ottani gazdálkodó családokat. Ezekben a központokban alapvetően két fontos elem működött volna, aminek mintája szintén Kishantos. Az egyik maga ez a mintagazdaság, bemutató gazdaság, amihez kötötten lehet aztán képzést, tanácsadást is mutatni. Ezek a központok tartalmaztak volna ezeken a mintagazdaságokon túl olyan képzőhelyeket, ahol a felnőtt képzést újra lehet indítani. Nem elég a gyerekekkel kezdeni, bár nagyon fontos az oktatás, hanem itt generációk kimaradtak, felnőtt generációkat kell újra megtanítani az alapfogásokra. Tehát része volt a népfőiskolák létrehozása ezekben a központokban, együttműködve a mintagazdaság, tangazdaság, így is mondhatom, fejlesztő központ, fejlesztő gazdaság, a képző központtal a tangazdaságban.
Ezzel indult Kisfantos, és 21 néhány éve ezt teszi. A környező privatizációs közegbe beágyazva, ahol már nagyon régen szemet vetettek a földjére, az épületeire és minden egyébre, azok a hiénák, akik a környezetéből szétrabolták a mezőgazdaságot, ma egy 9000 hektáros német tulajdonú nagy tőkés társaság veszi körül ezt a Kisfantosi vidékfejlesztési központot, mint egy zárványként bezárja, és most úgy tűnik meg is folytja ezt a központot, és az állam nem a 9000 hektáros tőkés társaságtól, a mezőfalvi mezőgazdasági ZRT-től ad földet a helyi gazdáknak, a földet a gazdáknak nagyon jól hangzó program keretében, hanem ezt a tájközpontot minősíti tőkés társaságnak, ezt a non-profit közhasznú szervezetet, és a közvagyonunkat, aminek a közjót kéne szolgálni, és épp ilyen célokra kéne a földet fordítani, az általa kezelt közös földünket elveszi ettől a vidék fejlesztését magára vállaló közhasznú központtól, és odaadja, és ez a történetnek a másik része, olyan érdekeltségeknek, akinek vajmi kevés köze van a helyi közösséghez, egyáltalán nem helyben lakó gazdálkodó családok kapják. Talán itt mindjárt nevesítsük is. Van ezek között olyan salvótarjáni építési vállalkozás, akik tehát a kishantosi földeket megszerezték, amelynek a központját a pályázati folyamatban helyezték át. Mert hogy egy 20 kilométeren belüli központ kell ahhoz, hogy valaki pályázhasson, és ez a cég tehát, amelyik Nagyseptében a székhelyét áthelyezte, hogy megfeleljen a pályázati feltételeknek, arról is megfeledkezett, hogy a tevékenység körébe legalább a mezőgazdasági tevékenységet fölvegye. A pályázati kiírás szerint tulajdonképpen be sem adhatta volna a pályázatát, hiszen neki igazolta a mezőgazdasági tevékenységet kellett volna az előző időszakban folytatnia. Ezt nyilvánvalóan nem tudta igazolni, hiszen még a pályázat folyamatában sem volt mezőgazdasági tevékenysége. Vagy említsünk egy másik nyertest, aki egy 3000 hektáros nagy birtokosnak a közvetlen családtagja, mert hogy nem elég bizonyos családoknak, úgy tűnik, a 3000 hektár sem, hanem azt a földet is megpróbálják megszerezni, ami eddig közhasznú non-profit tevékenységnek az alapja volt. Ami pedig azt illeti, hogy a nemzeti földalap nem tőkés társaságoknak, hanem családi gazdaságnak juttatja a földet. Én nem véletlenül és nagyon nagy munkával, sokak segítségével végigelemeztem, hogy hova is kerülnek a földek. És amikor az ember ezt a hazugságot hallja, hogy tőkés társaságok nem kapnak földet, akkor önkéntelenül összegyűjti, kigyűjti azokat a tőkés, legnagyobb tőkés társaságokat, nem is az összeset, amelyek bizony ebből a közvagyonból nem is akármekkora szeleteket hasítottak ki, és egyáltalán nem non-profit tevékenységre. Ezek profitorientált, valóban tőkés társaságok. Mondanék egy-kettőt, amelynél nyilvánvaló a politikai kötődés is, mert hogy a folyamatot nagyrészt ezek az érdekek vezénylik. Mészáros Lőrinc, Felcsút polgármestere, cége, a Buzakalász 66 Kft. Több mint 1000 hektárt kapott, 25 nyertes pályázattal ekkora területet szerzett meg eddig a nemzeti földalaptól pályázatos formában. Ezen kívül, hogy mindjárt említsük ezt is meg, nem csak pályázatos formában ad bérbe a földalap területeket, hanem pályázat nélkül, mondjuk így titokban, megbízási szerződésekkel is. Arrogáns módon ráadásul, mert hiszen amikor például a lepsényi gazdák rákérdeztek az NFA elnökénél, nemzeti földalap elnökénél, hogy kik kapják ezt a földet, mert évek óta tudják, hogy lejárt a szerződése az ottani földhasználóknak, visszaírt a földalap elnöke, hogy ez titkos, ez nem tartozik senkire. Ilyen titkos megbízási szerződésekkel, pályáztatás nélkül, körülbelül 35 ezer hektár, amint az egy listából, a közelmúltban nyilvánosságra került listából kiderült,
zömében tőkés társasághoz került. Ezt azért említem meg, mert például Mészáros Lőrinc maga is nem csak a pályázaton nyert több mint 1000 hektárt, a Buzakalász 66 Kft-jével, ami egy klasszikus, profitorientált tőkés társaság, amelynek ezek szerint a miniszter nyilatkozatait és az államtitkárai nyilatkozatait figyelembe véve nem ad a föld alap, hanem családoknak adja. Nos, ez a tőkés társaság 1000 hektárt pályázati úton, és ezen kívül még ki tudja mennyi földet, mert nem hozza nyilvánosságra az NF, hogy mekkora területeket, de a listán látszik, hogy több birtoktestet is szintén megbízási szerződéssel bérbeadott ennek a tőkés társaságnak. A Karmopol Agro nevezetű Kft. Tőkés társaság és a Mercato finanszírozó Kft., ami szintén tőkés társaság, méghozzá profitorientált tőkés társaság, klasszikus tőkés társaság. Budai Gyula államtitkár rokonsági köréhez tartozó érdekeltségek ugyancsak több száz hektárt kaptak pályázati úton, és a Karmopol több tíz ilyen birtoktestet kapott megbízással, pályáztatás nélkül, szintén haszonbérbe az államtól. Az ember lélegzete eláll, amikor hallja tehát ezeket a nyilvánvaló hazugságokat. A tények, az én elemzéseim is, de hát az emberek szeme előtt megvalósuló tények is mutatják, hogy kik használják ezeket a földeket. Ezek után, és hogy nem kapnak ezek a tőkés társaságok földet az államtól, hanem elveszik tőlük és odaadják a gazdáknak. Épp a fordított folyamat zajlik, tehát valószínűleg föl sem fogja kormány és feles kormányzati tényezők, hogy mit is jelent az hazudni annak a népnek, aki oda küldte őket, oda helyezte egy a közösségek állama működtetésére. Föl sem fogják, hogy mit jelentenek ezek a hazugságok egy ország házában, ahol a törvényeket alkotják. A kérdés ezek után nyilvánvalóan csak az lehet, meddig maradhatnak pozícióban azok, akik mindezt a néppel, a törvényhozással megteszik, félrevezetik az embereket.